darabjaira is tört. Tehát kellett itt azért nem csak hát a léseket itt bekenni, hanem a részeket, tehát oda rögzíteni is. Ravasz Csaba, Tolnavárosának plébánosa épp azt mutatja, hogyan sikerült megmenteni a keresztút egyik stációját, amit tavaly nyáron döntöttek le ismeretmentettesek. A tolnai római katolikus plébánia vezetője fontosnak tartotta, hogy húsvétra helyreálljon a keresztút összedőlt állomása is. Mi a nagypénteki keresztutat mindig itt a Kálvária dombon szoktuk elmondani, végigjárni közösségben, és hát jött egy ilyen impulzus, hogy hát ne egy rom mellett álljunk meg majd az egyik stációnál, hanem állítsuk föl. Itt pedig már a többi stáció megtisztítása zajlik. A plébános ugyanis fejébe vette, hogyha nagy restaurálás most nem is lesz, legalább a több évtizedes kosztól és mohától szabadítsák meg a keresztút, mind a 14 állomását és a domb tetején lévő keresztet is. Ezen kívül kisebb javításokat terveznek, mivel ezek az alkotások homokkőből készültek, így kevésbé állnak ellen az időjárás viszontagságainak. Ennek a munkái is most elkezdődtek. Mind a 14 stációt szeretnénk felújítani a keresztel, feszülettel egyetemben. A munkálatokat előreláthatólag nagypéntekig be is fejezik.